Külföldön már régóta oktatják, de Magyarországon még csak 2 éve ismerkedhettünk meg azzal a gyógyhatású sportággal, amely nem csak átmozgatja az egész testet és növeli az állóképességet, hanem játékossága és a úgymond jópofa gyakorlatok a lelket is pihentetik. Ennek a mozgásformának szakértőivel beszélgetünk most. Vendégem Pribéi Péter edző és Fodor Rajmond olimpiai bajnok vízilabdázó. Milyen alapon, milyen elveken alapul ez a vízisportág? Hát ennek már régi hagyománya van egész külföldön, de Magyarországon mi most már 11 éve foglalkozunk magával a vízitornával, de kitaláltunk egy vadonatú új eszközt, ami egy speciális kondigépre hasonlít, mint a szárazföldön úgy kell képzelni, vannak ezek a kondigépek, és most kitaláltunk egy ugyanilyen gépet a vízben, és kitűnően alkalmazható, ami a lényeg, hogy nagyon mobil, és az a mobilitását nézve nagyon egyszerű és nagyon könnyen alkalmazható, bármilyen típusú úszodában, bármilyen típusú medencében tudjuk ezt az eszközt használni, és nagyon könnyedén, nagyon egyszerű, mert úgy van kialakítva, ahogy látjuk is itt a képen, hogy gumikötél segítségével vannak kikötözve az emberek, és kézzel, derékkal és lábbal is akár, és ezeket mind lehet kombinálni, ami nagyon fontos. És azért más ez az edzésmódszer, mint eddig valaha létezett, mert a 3 dimenzióban tudunk mozogni a vízben, terhelésmentesen. Mi indokolt? Én ugye azt tudom, hogy a feltalálókat mindig motiválja valami. Önöket mi motiválta, hogy ezt a vízisporteszközt létrehozzák? Úgyhogy mindig kerestük az újat a világon. Bocsánat, hogy... elnézést, most én sem hallom a választ, gondolom a nézők sem, mert odaállt, viszont erősen készül a sütőtökös palacsinta. Majd meghívjuk önöket a műsor végén, jó? A lényeg az volt a motivációnk, hogy mindig kerestük az újat, ami még nem létezik, és egyszer csak kigondoltuk, hogy olyan gépet, hogy lehetne használni vízben, ami ilyen mobil, és nem kell megfúrni a medencét, és nem kell semmi olyan kárt okozni a medencébe, és könnyen használható. És összesen 3 kiló maga a szerkezet. Igen, de miért gondolták, hogy te valamilyen betegségek ellen próbálták ezt kifejleszteni, vagy Rajmondék motiválták önöket, hogy a sportolókat még jobban edzésben tartják, mert ugye a sportolók is használják ezt, ugye? Így igaz, hát ennek a terméknek több arculata van, amiért én pontosan itt vagyok az a sportágam miatt, hogy a vízilabdában ugyan már évtizedek óta létezik a gumikötél és annak használata a különböző láb erősítésekre, a lábizmok fejlesztésére, viszont ezzel a szerkezettel tényleg csak a fantázia szab határt, hogy mégis milyen szögben, hova elhelyezve akár a szandát, akár az öveket, térdre, derékre. Tehát csak a fantázia szab határt, hogy éppen milyen gyakorlatot kíván az edző végeztetni a játékosokkal, de azért elmondanám, hogy specifikusan a vízilabdában mondjuk egy 10-15 gyakorlat az, ami nekünk tényleg hasznos, viszont az sokkal-sokkal több, mint amire eddig használták a magyar úszodákban a gumikötelet, egy egyszerűen kikötve a rajtkövekhez, vagy akár a létrához. A sportolók nyilván az erőkifejtésre használják, az edzésre. A beteg, vagy akár az egészséges emberek mire tudják ezt használni? Hogyan hat a testre? A rehabilitációban is nagyon nagy szerepe van, és egy külön tréning szisztemet, edzésmódszert alkalmaztunk, és alakítottunk ki ennek az eszköznek, és ez a lényege, hogy a rehabilitációban az, hogy sekély vízben is tudjuk használni, betegségcsoport szerint föl tudjuk osztani a gyakorlatokat, és a betegek nagyon könnyen tudják használni a víz fizikai tulajdonságaikat kihasználva, úgyhogy az rugalmas ellenállással ötvözzük. És ilyen még nem létezett ezelőtt a világon, hogy ezt a kettőt is így kihasználva, hogy különböző vektoredzéseket tudunk használni. Láttam itt különböző korosztályt a vízben, de azt mondja meg nekem, hogy kell tudni úszni, mert hogyha kikötözik a kezemet, lábamat, és ha nem hajtok elég gyorsan, akkor lehet, hogy elsüllyedek? És van egy speciális öv, és a speciális öv mindenkit fenntart a vízfelszín, és ezért úszástudás nem szükséges a tornához, és bárki kortól nemtől függetlenül tudja végezni a feladatokat. Van ellenjavallat? Az ellenjavallat az ilyen bőrbetegségek, meg ilyen nyílt sebek, tulajdonképpen csak ez.
Ezt személyi edzővel lehet csinálni, vagy csoportos tréninget? Személyi edzésként alkalmazod, vagy csoportos tréninget is, úgy is tartunk edzéseket csoportnak. Az eszközöket nyilván önök biztosítják. Igen, igen. És Magyarországon igen. Ez bárhol elérhető? Rajtunk keresztül, igen. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Szerintem, hogyha még a telefonon a nézők érdeklődnek, akkor még tudnak egyéb bővebb felvilágosítással is szolgálni. 759-55-00 a telefonszámom. Köszönöm szépen önöknek. Köszönjük.